nagyon fontos a kommunikáció csapaton belül. Erre a mester hatányzottan felhívja a figyelmünket, hogy sokat beszéljünk, mert ahogy említette, nagyon sok szituációnál egy-egy játékos mondjuk hátáll a mezőnynek, és nem tudja, hogy mit kell csinálni, ilyenkor sokat számít, hogyha szóval segítjük. Most nyilván az új szabályok módosításával kapcsolatban most nem feltétlenül tudom ezt összefüggésbe hozni, de ahogy említettem, ez rendkívül fontos persze a kommunikáció. Misi, te még a csapatban új darab vagy. Mennyire sikerül összecsiszolni ezeket a most halott ismereteket játékban? Hát hozzáfűzném, hogy a szabályokkal nem mindig értek egyet, főleg az új szabályokkal. Talán majd, ha a mestereket megkérdezett, szerintem egyet értenek velem. De egyébként a Pálkónak igaza van, tehát a beszéd nagyon fontos, előre-hátra. De mondom, az ilyen helyzetekben, amit az előbb elemeztünk bent a teremben, nehéz mit mondani, mert nem nagyon értek egyet ezekkel a szabályokkal. De a játékvezetők akkor is ezt fogják alkalmazni. Sajnos mindig a játékvezetőnek van igaz ez tény. Amiket láttunk, tehát az ilyen kétes szituációk olyan rövid idő alatt történnek, hogy szerintem ezt mindenki magának kell, hogy tudatosítsa és értelmezze. Tehát én nekem nem lesz arra időm, hogy mondjuk szóljak egy esetben egy védőnek, hogy ne érj hozzá, vagy ne úgy érj hozzá. Úgyhogy azért is volt jó, hogy mindenki látta, itt volt, megnézte, és ezt igazából mindenki egyénnek kell, hogy értelmezze a szabályokat. Kívülről ez nem nagyon látszik, de mondjuk egy szögletnél, amikor összép zártok, akkor van mód arra, hogy esetleg egy-egy mondatot oda dobjatok a másiknak? Hát mielőtt berúgják a labdát, általában meg szoktuk beszélni, hogy igen, ki hova álljon. Utána meg ugye azt kérik az edzők, hogy ahogy száll a labda, tehát amikor látja a védő mondjuk, hogy ő kaphatja, akkor ő próbálja szólni a többieknek, hogy ő fogja elfejelni. A többieknek meg az a dolguk, hogy próbálják biztosítani, vagy esetleg a lecsorgó labdákra reagáljanak.